A szőlőtermesztést is befolyásolja a globális felmelegedés. Európa történelmi borvidékei mellett új helyszíneken is kiválóan megterem a szőlő, máshogy viszont gondot okoz a klímaváltozás a gazdáknak. Az Euronews stábja Belgiumban járt. A Chateaubon-Baron borásza mondja, hogy az éghajlatváltozással járó felmelegedés nem fokozza az zamatokat. Ráadásul a szélsőséges időjárás, mint a rosszkor érkező eső és fagy árt a termésnek. A szőlő rügyezése a szezon elején kezdődik, az ezutáni tavaszi fagyok végzetesek lehetnek. Megjelentek olyan kártevők és fertőzések, amik eddig nem terjedtek el. A borász a pettyes szárnyú moslicát említi példaként. Ez délről költözik egyre északabbra a klímaváltozás miatt, és már betelepült Belgiumba is. A szőlészek próbálnak alkalmazkodni az időjárás megváltozásához. Vannak, akik agyagot szórnak a földre, hogy megvédjék a talajt a kiszáradástól. A szőlőleveleket is másképp célszerű ritkítani, mint eddig. A borász azt magyarázza, hogy a levelek elvesztésével a szőlő jobban ki van téve a hőnek, hidegnek, esőnek és szélnek. Ezért vastagabb bőrt növeszt, ami kisebb kockázatot jelent a kártevőkkel és a fertőzésekkel szemben is. A 2000-es években október közepén kezdődött a szüret Vallóniában. Azóta ez áttevődött szeptemberre. Idén még korai prognosztizálni a szüret kezdetét.